Köszöntöm Önöket, ez itt a Turmix, a Gyöngyösi Televízió multidéző magazinja. Ma nemzetközi táncosok műsorát láthatjuk, majd természetismereti vetélkedőn veszünk részt, végül betekintést nyerünk a tanyasi világba. Két új szolgálati gépjárművet vehetett át még 2006-ban a Gyöngyösi Tűzoltóság. Az új eszközök hatékonyabb mentést biztosítottak a közlekedési baleseteknél és erdőtüzeknél. Hisz György polgármester elmondta, hogy a Gyöngyösi Tűzoltóság hatékonyan, takarékosan működik, és a kigazdálkodott összegből sikerült két járművet, egy országúti gyors beavatkozót, valamint egy készenléti tehergépjárművet vásárolniuk, melyekkel gyorsabb és hatékonyabb munkát végezhetnek. Napjainkban azt gondolom a legfontosabb az, hogy egyrészt a értéket, a lakosságot mentsük, illetve hogy a tűzoltók, akik bizony életüket is áldoztatják, mint erre most például az utóbbi időben, ők is olyan felszereltséggel rendelkezzenek, ami lehetőleg ezeket a katasztrófa helyzeteket kiküszöböli. Sajnos egyre több az országúti baleset. Az ilyen kisebb gépjárművel könnyebben közelíthető meg a baleset helyszíne, felszereltségét tekintve korszerű feszítővágó berendezéssel és nagy teljesítményű szivattyúval van ellátva a gépkocsi, tette hozzá Verebélyi Antal tűzoltó parancsnok. Akár autópályán vagy más kisebb országúton történik valami baleset, akkor ott általában torlódás jellemző, szűk a hely, ahol a nagy tűzoltógépjárművek nehezen vagy egyáltalán nem férnek el, és az ilyen kisebb gépjárművek pedig meg tudják közelíteni a káresetet, vagy a káreset helyszínét. Jövőre vonatkozóan Hisz György polgármester hozzátette, hogy cél egy tűzoltó létraszár megvásárlása, amely magas épületek oltására is alkalmas. ...2006-ban is igen népszerű volt a Gyöngy Nemzetközi Néptánc Fesztivál. Az egyhetes rendezvényre sok olyan csoport érkezett, akik első ízben vendégeskedtek Gyöngyösön. Augusztus 13-a és 20-a között adott otthont Gyöngyös 7. alkalommal a Gyöngy Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak. A rendezvényen 12 tánccsoport mutatkozott be. A helyiek, a Vidrócki és az Ördögszekér mellett egy harmadik hazai együttes, a Bihari is fellépett. A külföldiek között pedig akadtak olyanok is, akik első ízben látogattak el hozzánk. Például a tajvaniak, akik egyben a legmesszebbről érkeztek a fesztiválra. Az egyhetes rendezvény ünnepélyes felvonulásokkal és tértáncokkal kezdődött a főtéren, majd a nyitógála következett, melyen minden együttes fellépett. A hosszabb műsorokat hétfőtől szombatig láthatta a közönség a Vakbottyán János szakképzőiskola udvarán. A sorozatot újabb gála zárta vasárnap, melyen az időjárás már nem volt túl kegyes a résztvevőkhöz. Gyöngyös legközelebb 2 év múlva ad otthont a Nemzetközi Néptánc Fesztiválnak. ...2006-ban 23. alkalommal rendezték meg Gyöngyösön, illetve Mátrafüreden a Bugát Pál országos természetismereti vetélkedő döntőjét. A vetélkedő célja a modern természettudományos világkép és az egységes természetszemlélet kialakítása volt. Az állami egyházi és alapítványi középiskolák 3 fős vegyes évfolyamú csapatokkal képviseltetik magukat az országos vetélkedőn. Az elődöntőn Budapesten részt vett 300 csapatból 20 csapat, vagyis 63 diák jutott el a gyöngyösi döntőig. Vannak visszatérő iskoláink, ahonnan mindig a döntőbe több csapat jut, tehát nem csak a több indul, hanem a döntőbe is. Ilyenek a Pápai Túr István Gimnázium, Szegedi Radnóti Gimnázium, de minden évben vannak új arcok is, tehát új tanárokkal is megismerkedünk, akik eddig még nem jutottak döntőbe. A vetélkedő célja a modern természettudományos világkép és az egységes természetszemlélet kialakítása a középiskolás diákokban. A csapatok a zsűri előtt adnak számot tudásukról írásbeli, szóbeli, laboratóriumi gyakorlatokon, terepmunkákon és számítástechnikai feladatokon keresztül. A döntőbe került csapatok külön elbírálandó feladatként már korábban dolgozatot készítettek, amely vagy saját kísérleti tevékenységükről, vagy tudománytörténeti feldolgozásokról szólnak a vetélkedő témaköréből. A témakörök azok minden évben változóak, idén az volt, hogy a barlangoktól a felhőkarcolókig,
és az évtizedek során változtak is, mint ez érezhető, picit átkalandozunk már a társadalomtudományok területére is, tehát a természettudomány hatása végül is a társadalom, az emberiség életére. Gyöngyösváros meghatározó természettudományos és kulturális múltja és jelene miatt a vetélkedő megrendezésének jó keretet szolgáltat, hiszen Bugát Pál és Richter Gedeon neve is erre kötelez. Kistérségi drogprevenciós és falunapot tartottak a Basáron. A rendezvényen a sportos, egészséges életmód előnyeire hívták fel a figyelmet. A falunapon vendégül láttak több hírességet is, többen köszönőfát is ültettek a település sportpályáján. A Basáron immár hagyomány, hogy augusztus 19-én falunapot rendeznek a településen. A rendezvényel Abba Sámuel előtt is tisztelegnek az ott élők, akinek neve napja augusztus 21-én van. Hangulatában ez a rendezvény minden évben erőt ad mindenkinek. Azt szoktuk mondani, hogy oltványon túl, szüreten innen, tulajdonképpen talán az egyik olyan pihenőnap, illetve hétvégi vagy ünnepnap, amiben kicsit együtt tudunk lenni, és a fáradtságot mindent elfelejtve, ez az év megbeszélődik, aztán az új terveződik. A falunapra meghívást kaptak a település büszkeségei, így például Pataki Zita is, aki abasári születésüként az egyik kereskedelmi csatorna időjósa. Én minden évben megpróbálok visszajönni, mert nagyon-nagyon szerettem itt élni. Nekem szívem csücske ez a település, ez az országrész. A Basáron tavaly indították útjára azt a hagyományt, hogy köszönőfát ültetnek egy-egy olyan ember tiszteletére, akik sokat tettek a településért. Tavaly Pataki Zita ültetett, idén pedig Gömbös János, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa, Tóth Ferenc, a Honvéd baráti kör elnöke, és Székely Gábor, a Szerencsejáték ZRT vezérigazgatója. A rendezvényen kint voltak a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai is. Sátruknál mindenki részt vehetett prevenciós játékokon, illetve személyes elbeszélgetésre is lehetőség volt. Összességében az egésznapos programmal a szervezőknek az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet a sportos, egészséges életmódra. A Hevesi Idős Otthonban oltárt és oltárképet szentelt dr. Katona István püspök. A képet Debrey Éva festőművész, az oltárt Kanyó Balázs faragóművész készítették. A Hevesi Idős Otthonban már régi álom vált valóra azzal, hogy oltárt állítottak az otthon kápolnájában. Az alkotásokat neves képzőművészek készítették. Az oltárkép Szűz Mária mennybevételét ábrázolja. Debrey Éva festőművész elmondta, hogy örömmel tett eleget a felkérésnek, és munkája során is inspirálta vallásos lelkülete. Nagy dolog volt számomra, hogy én ezt megfesthettem, nagy örömmel festettem, és örülök, hogy engem megtiszteltek azzal, hogy most ezt egy ilyen helyen, egy ilyen csodálatos helyen, és ennyi ember fogja majd látni. Ezt azt hiszem kimondhatatlan, nem tudok erre igazán szavakat találni, hogy azt mondom, hogy ez nekem mennyire sokat jelent. A szárnyas oltár és a miséző oltár vadcseresznyefából készült 2 hónap munkája alatt. Kanyó Béla faragóművész hozzátette, hogy életében most először készített vallásos témájú alkotást. Mit érez most, hogy együtt van a festményen az oltár? Én nagyon örülök, boldog vagyok, hogy ilyen jó sikerült, nagyon összeillik szerintem a kettő. A szárnyas oltár 2 oldalán Szent Rita és Kis Szent Teréz látható, a miséző oltáron pedig Mária életéből láthatók fontosabb jelenetek. Tábort szervezett a fogyatékkal élő és sajátos nevelési igényű gyermekek számára 3 helyi segítő szervezet. Az egyhetes program egyik célja az egészséges életmódra nevelés volt. 10 fogyatékkal élő gyermek vett részt abban a táborban, melyet a 2 gyöngyösi támogató szolgálat, valamint a Könnyek helyett alapítvány szervezett augusztus közepén Atkáron. Tavaly is megrendezésre került egy tábor, akkor még egy támogató szolgálat működött közre. Az idéntől van, tehát 2006-tól van a másik támogató szolgálat, és így 3-an egy továbbfejlesztésképpen próbáltuk ezt a tábort. Az 1 hét alatt minden gyermek mellett volt egy segítő, így nem csak csoportosan, hanem külön-külön is foglalkoztak velük. A tábor során a résztvevők ellátogattak egy tanyára, hogy közelebbről is megismerhessék a házi állatokat, valamint kézműves foglalkozásokon és közös tornán is részt vehettek.
A tábor célja az volt, hogy a sajátos nevelési igényű és az alapítvány köreiben tartozó gyerekeket egy kicsit megismertessük a falusi élet szépségeivel, megismertessük az egészséges életmód lehetőségeivel. A tábor megrendezéséhez nem pénzbeli támogatást is kaptak a szervezők, az egyik cég műzli szeleteket ajánlott fel, az Atkári Általános Iskola igazgatónője pedig ingyen adta a helyet. Úgy gondolom, hogy ezzel mi is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy ezek a gyerekek szép környezetben, szeretetteljes környezetben tölthessék el ezt a néhány napot, és hogy örömet szerezhettünk mi is. Ugyanis a mi iskolánkban is nagyon fontosnak tartjuk a másság elfogadását, hiszen nálunk is vannak sajátos nevelési igényű gyerekek. A tábor zárásaként a gyerekek kis műsort adtak a szülőknek, melyben bemutatták, mivel töltötték a hetet, az elkészült munkákat pedig kiállították az iskolateremben. A szervezők jövőre is szeretnének hasonló tábort rendezni, úgy tervezik, Ausztriába viszik a gyerekeket. Jászárokszállás és környékén mintegy 1300 tanyát tartottak számon 2006-ban. Requiem a tanyákért címmel átfogó kiadványt jelentetett meg a helyi gazdakör, mely a tanyák legfontosabb adatait rendszerezi. A 18. századtól gyarapodó tanyarendszer fejlődése az 1950-es években torpant meg, amikor betiltották létesítésüket és megkezdődött szövetkezetbe tömörítésük. Jászárokszállás és környékén ma 1300 tanya található. Ezek egygenerációsak, melyeket nagyrészt idős emberek laknak. A földeken gazdálkodnak, a falusi turizmus nem jellemző a térségben. Ahogyan az sem, hogy a tanyás gazda terméke piacra kerülne. Jászárokszálláson a tej és baromfi piac és vásárok megszűntek, mert nincs aki adjon, nincs aki vegyen, mondja a gazdálkodó. Dr. Farkas Miklós maga is 35 hektár földterületen gazdálkodik, egy önellátó tanyán. A tanyák fejlődése kapcsán hiányosságként kiemelte, alapvető akadály a villany hiánya. Ha elektromos áram van, akkor utána a tanyák fölélednének. Tudni, kimennének a fiatalok, mert akkor van fürdőszoba, van internet, van minden van, és hogyha kint lakik a tanyán egy fiatal, akár innen árokszállásról, vagy a közelebbi tanyák, vagy ágóról, a közelebbi tanyákról, 15 perc alatt elérhető. Árokszállás, 25 perc alatt Gyöngyös, ugyanannyi Berény, tehát nem lenne elszigetelve azért, mert ő tanyán lakik. Augusztus 20-át nem csak az államalapítás ünnepeként, de gazda ünnepként is számon tartják a tanyasiak. Ebből az alkalomból a gazdakör tagjai Requiem a tanyákért címmel átfogó kiadványt jelentettek meg. Itt felsoroljuk azoknak a lerombolt tanyáknak a tanyásgazdai névsorát, amelyeket annak idején leromboltak. Utána tanyákról egy-két ismertető, és ennek a táblának, ennek a két táblának, illetve a tanyásgazdák névsorának, és a befizetettek névsorának az összesítését tesszük meg ebbe a kis könyvecskébe. A könyv megjelenését a Jászárokszállási Önkormányzat is támogatta, melyből a gazdakör tagjai tiszteletpéldányt kapnak. Két hét múlva innen folytatjuk a múlt idézést, tartsanak velünk akkor is. Minden jót, viszontlátásra!